Nagyobb átalakításról, építkezésekről ki kellene kérni a helyi lakosok véleményét, és bizonyos ügyekben pedig kötelező lenne a helyi népszavazás kiírása. Sőt, még a költségvetésbe is beleszólhatnának az állampolgárok. Legalábbis így vonná be a helyieket a közügyekbe az LMP a most elkészült önkormányzati koncepció szerint. A párt azt is mondja, hogy a Fidesz az önkormányzati elképzeléseivel az 1954-es tanácsrendszert állítaná vissza. Vendégem Kaltenbach Jenő, LMP-s fővárosi frakcióvezető. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És gyakorlatilag azt mondják, hogy az önkormányzati koncepciójukkal zöld fordulatot valósítanának meg ezen a téren is. Hogy értendő ez önkormányzati vonatkozásokban? Itt azért alapvetően rengeteg mindenről van szó, ami nem kifejezetten környezetvédelemet érintő kérdés. Igen, bár a környezethez ugye az emberek maguk is hozzátartoznak, és ha az emberek jól érzik magukat abban a városban, faluban, ahol élnek, akkor ez nyilván a környezet védelem szempontjából se közömbös. De mondjuk az, hogy egy adott intézményrendszere az önkormányzathoz vagy az államhoz tartozik-e, az nem tűnik zöld kérdésnek kifejezetten. Hát de igen, ugyanis az a helyzet, hogy a Fidesz koncepciója, amelyik gyakorlatilag felszámolja az önkormányzati rendszert, azt jelenti, hogy egy távoli budapesti hatalom dönti el, hogy az ország másik végén egy közösségnek mi az érdeke, és nem a közösség maga. A mi önkormányzati koncepcióknak a mondani valója tulajdonképpen ez, őrizzük meg azokat a vívmányokat, amit az önkormányzati rendszer jelent. Nyilván javítsunk a helyzeten, a 20 év alatt összegyűltek a tapasztalatok, de ne számoljuk föl. Egyébként én szerintem ez egy morális kérdés is. Nagyon kíváncsi lennék, hogy azok a fideszes polgármesterek, illetve képviselők, akik egy évvel ezelőtt elindultak a választáson, vajon megmondták-e a választóknak, tudjuk persze, hogy nem, hogy szavazatok ránk, cserébe segítsük felszámolni az önkormányzati rendszert, vagy mondjuk Budapesten Talos István mondta-e azt egy évvel ezelőtt, hogy ha rám szavaznak, minden gondot leveszek az önök válláról, legközelebb már szavazniuk se kell. De most a kormány ezt nyilván nem úgy fogja föl, hogy ők felszámolják az önkormányzati rendszert, hiszen önkormányzatok maradnak, hanem úgy, hogy megsegítik a recsegő, ropogó, ezersebből vérző önkormányzatokat, akikről pontosan tudjuk, hogy képtelenek voltak eddig ellátni a feladataikat, rettenetesen el volt a többségük adósodva, és gyakorlatilag küzdöttek azzal a probléma mennyiség, ami rájuk szakadt. Ilyen szempontból tehát akár ráció is lehet abban, hogy az eladósodott önkormányzatok helyett bizonyos feladatokat átemeljenek az államhoz a kormányhatás körébe, ahol esetleg ezt talán jobban lehetne finanszírozni, vagy nem? Akkor csak csendesen megkérdezem, hogy ettől több pénz lesz? Tehát attól, hogy egy feladat önkormányzatiból átkerül államiba, hirtelen pénz keletkezik? Az oktatásban több pénz lesz, egyszerűen azért, mert az állam látja el a feladatot, és nem az önkormányzatok, vagy az egészségügyben hirtelen, mint egy varázsütésre több pénz lesz, jobban fel fogják ezt használni. Az én tapasztalatom és az egész közigazgatás tudomány tapasztalata pont az, és az önkormányzati rendszer az úgynevezett szubszidiaritás elve, az pontosan azt jelenti, hogy azok tudják legjobban, hogy mi kell, akik közvetlenül érintve vannak. És azok használják föl feltehetően a leghasznosabban a közpénzeket, akik közvetlenül ismerik a helyi viszonyokat, azokat a körülményeket, amelyek között ezek az intézmények működnek. Na most ehhez képest önök hogy oldanák meg azokat a problémákat, amiknek a létét viszont nyilván önök sem tagadják? Nyilván. Mi is azt mondjuk, hogy változtatni kell az önkormányzati rendszeren, de nem úgy, hogy megszüntetjük az önkormányzati rendszert, hanem hogy lehet a például hibákat, az eladósodottságot, az alulfinanszírozottságot megszüntetni? Hát például úgy, hogy nem vesszük el az önkormányzatoktól a pénzt. Hogyha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt 10 évben durván, akkor azt látjuk, hogy az önkormányzati szférából fokozatosan kivonták a költségvetési pénzeket, és egyre újabb és újabb feladatokkal terhelték meg az önkormányzatokat. Tehát nem arról van szó, hogy az önkormányzatok rosszul működtek, legalábbis az esetek legnagyobb részében nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a rossz központi gazdálkodás miatt az önkormányzatokat olyan helyzetbe hozták, ami gyakorlatilag az ellehetetlenítésükhöz vezetett. Akár az oktatást, akár az egészségügyet, akár más dolgot nézzük, azt tapasztaljuk, hogy az önkormányzatok kénytelen voltak kölcsönhöz folyamodni, kölcsönöket felvenni, ha a törvényvel előírt feladataikat teljesíteni akarták. Ez kényszer volt, vagy bizonyos esetekben akár felelőtlenség is? Hiszen most a kormány az egyik új javaslat szerint például ez sokkal jobban meg fogja nehezíteni az önkormányzatoknak, gyakorlatilag állami jóváhagyás nélkül nem verhetik majd magukat súlyos adósságokban.
biztos, hogy voltak olyan önkormányzatok, ahol a polgármester vagy a testület nem állt a helyzet magaslatán, nem gondosan bánt a közpénzekkel. Na de hát, bocsánat, hadd kérdezzem meg, az állam igen? A központi hatalom olyan gondosan bánt az adófizetők pénzével, az állam nincs eladósodva, vagy csak az önkormányzatok? Az a válasz, hogy azt mondom az önkormányzatok egészére, hogy azok rosszul gazdálkodtak, én majd jól fogom csinálni, akinek egy kis ismerete van, vagy belátási képessége, az láthatja, hogy itt nem erről van szó, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy egy féktelen, centralizációs, hatalom-éhes rendszer szeretne mindent magához vonni, és szeretné, hogyha nem kellene a demokrácia különböző intézményeivel bébelődni. Ehhez képest mit szólnak önök például ahhoz a javaslathoz, hogy a magyarul mondva a rezsiköltséget, illetve a közüzemi díjakat állami árszabásban kontrollálnák ezek után, és ezt a jogkört is gyakorlatilag elvonnák az önkormányzatoktól, de úgy, hogy az emberek kevesebbet fizessenek. Igen. Ez egy szokásos, populista, meglehetősen cinikus, de eléggé átlátszó dolog. Ez úgy tűnik, mintha tehermentesítenénk az embereket. De hát hadd kérdezzem meg, hogy mondjuk a csatorna szolgáltatásnak, vagy a vízszolgáltatásnak, vagy akármilyen másik közszolgáltatásnak a fenntartása az ettől kevesebbe fog kerülni? A különbség csak az, hogy nem a fogyasztók fogják megfizetni, hanem az adófizetők. Nem tűnik el az a költség, ami ott keletkezik. Egy fillérrel se lesz kevesebb, csak más fogja megfizetni. Kérdés az, hogy profit keletkezett-e esetleg eddig, és hogy esetleg csak arról van szó, hogy az lesz majd ezen túl kisebb, az emberek zsebében megmarad több pénz. Tehát nyilván a kormányzati kommunikáció ezt sejteti. Hát lehet, hogy ezt sejtetni, de a valóság nem ez, mert akkor kérdezem, hogy ki fogja ellátni ezeket a feladatokat. Találnak majd olyan balekokat, akik majd ráfizetéssel fogják ezeket működtetni? Hát jelenleg nagyon sok ilyen vállalat az gyakorlatilag önkormányzati tulajdonban van. Igen, önkormányzati tulajdonban van, és nyilván meg kell nézni, hogy ezek a rendszerek, ezek hogyan működnek optimálisan. De még egyszer mondom, semmi garancia nincs arra, hogyha ezt az állam a maga hatalmas bürokráciájával és követhetetlen folyamataival veszi át, akkor ez majd hatékonyabban fog működni. Van bármiben az új önkormányzati koncepcióban, amivel egyet tudnak érteni? Mármint a Fideszében? Hát a kormányában. Hát először tudni kellene pontosan, hogy ez mi. Ugyanis eddig ugye mindig zárt ajtók mögött folytak az előkészületek, megjelent egy 44 oldalas anyag, ugye, még tavasszal, erről mindenki leszette a keretvizet, maguk az önkormányzatok, a fideszes önkormányzati vezetők is, ugye hát emlékszünk rá, hogy annak idején a belügyi államtitkár milyen kellemetlen perceket élt át a vita kapcsán. Azóta újra titkolódzás van, a nyáron nem tudjuk, mi történt, most újra megjelenik valami, aminek a részleteit megint nem tudjuk, úgy tudom, hogy a önkormányzati szövetségekkel a közeljövőben lesz egyeztetés, de megint csak azt mondom, hogy ez egy nem csak hogy mozgó célpont, amire lövünk, hanem ráadásul még le is van takarva, hogy ne lehessen látni. Vannak mondjuk olyan apró részletek, amik a rendszer egészétől függetlenek, például az, hogy képviselő, országgyűlési képviselő ne legyen egyszeres, mint polgármester is. Ezzel egyet tudnak érteni például? Mi ráadásul még tovább is megyünk, és azt javasoljuk a önkormányzati koncepciókban, hogy a nagyvárosok polgármestereinek a ciklusát korlátozzuk, tehát ne lehessen kettőnél többször, két ciklusnál többször, vagy hosszabb ideig valaki mondjuk polgármester, pont azért, mert ezzel meg tudjuk akadályozni, hogy a korrupciós rendszerek kialakuljanak, és hogy a műtyi ne hatalmasodjon el az önkormányzati rendszerben. Egyetértenek-e azzal, hogy szigorúbb állami ellenőrzés, bábáskodás, gondoskodó figyelem legyen az önkormányzatokon olyan szempontból, hogy nem csak arról van szó, amit már előbb mondtam, hogy ne tudják magukat eladósítani, de ne tudjanak olyan fejlesztést, beruházást sem elkezdeni, aminek aztán később a működtetésére nincs meg a fedezet, hiszen ezt valóban rengeteg önkormányzat esetében láttuk, hogy előteremtették valahonnan akár uniós pénzből a forrásokat arra, hogy építsenek valamit, legyen ez egy uszodai sportcsarnok vagy valami más, majd gyakorlatilag az önkormányzati költségvetést hihetetlen mértékben megterhelte a későbbi években, és gyakran nem is tudták megoldani a feladatot, hogy ezt a drága pénzzel épített létesítményt működtessék. Egyetértünk azzal, mindig is egyetértettünk azzal, hiszen a koncepciónk ezzel kezdődik, hogy az önkormányzati jogok védelme megoldott,
alkotmánybíróság bíróságvédi, de az önkormányzat területén lakó állampolgároknak az önkormányzattal kapcsolatos jogai nincsenek kellőképpen megvédve. Tehát ez azt jelenti, hogy a polgárok az önkormányzatoknak is bizonyos mértékig kiszolgáltatottak, mert az önkormányzatok ellenőrzése az elmúlt időszakban egy olyan modell szerint történt, amelyik nem működött jól. Mondok egy példát, hogyha valaki mondjuk az önkormányzat valamilyen intézkedése kapcsán sérelmet szenvedett, akkor ugye egy hosszas bírósági procedúra után lehetett csak igazságot találni, és az állami felügyeletnek, vagy az állami ellenőrzésnek nem volt lehetőség arra, hogy megelőzze a bajt, tehát például felfüggessze ennek a hibás döntésnek a végrehajtását, amiről aztán később kiderülhet persze, hogy nem hibás, de addig legalább nem történik valami olyan kár, ami később helyrehozhatatlan. Egyetértenek-e azzal, hogy 5 éves ciklusok legyenek ezen túl, vagyis önkormányzati választások 5 évente legyenek? Hát azzal értünk egyet, hogy az egy megfontolandó, és ez régóta vitatott a szakmában, hogy nem célszerű-e az önkormányzati választásokat és a parlamenti választásokat egymástól elválasztani. Tehát ne azonos évben kerüljön erre sor. Az 5 éves ciklus, ez kétségkívül ebbe az irányba mutat. Köszönöm szépen, hogy eljött.